Sziasztok, ez a Hajónapló mai műsora, Dunai Misi vagyok. Mint azt talán tudjátok, ez az a műsorunk, amelyben megjelenési lehetőségeket biztosítunk művészeinknek, alkotóinknak, költőknek, íróknak, előadó művészeknek. Így, innen, ebből a biztonságos térből, a hajóról jelentkezünk, ti pedig otthon, a saját biztonságos teretekben fogadhatjátok be a mindennapi kultúrát. Maradjatok velünk! Mezei Katalin írónő, prózaíró és költő mesélt nekünk az elmúlt időszak tapasztalásairól. Még tippeket is ad arra, hogy a felszabadult energiát és az időt hogyan lehet hasznosan vagy kreatívan eltölteni, és arra is ad tanácsot, hogy tudjuk mondjuk a napi mozgást megtenni. Talán igen, igaza van, az irodalom szerves része lehet a mozgás, hiszen ha mozogtok, akkor jönnek az irodalmi szikrák és gondolatok, próbáljátok ki! Tulajdonképpen nagyon nagy szükségem volt már erre a különleges helyzetre, hogy otthon maradva valami módon utolérjem magamat. Nyilvánvaló, hogy egy olyan munkakörbe, amiben én is dolgozom, ahol mind a könyvkiadói, mind az írói, mind egyéb szervezői tevékenységek szinte a naptár lapjaival peregnek, állandó határidőkben élek. Egy ilyen életmódban úgy összegyűlnek a teendők, azokat, amiket lehet hátrább sorolni, az ember mindig halogatja, mindig a tűzoltással foglalkozik. Tehát, ha ennek a senki földjén, senki idejében töltött néhány hétnek nem lenne a kiinduló pontja egy valóban ijesztő és nagyon sok keserűséget, sok tragédiát magával sodró járvány, akkor szinte azt mondanám, hogy nagy szükségem volt erre a néhány hétre, sőt, még a hátralevőkre is. De persze ez egy olyan, mondom, a senki szigetén élve lehet csak ennek örvendeni, egyébként pedig hát valóban nagyon nagy gond és nagyon sok gondolkodásra ad okot. De számomra azt kell mondanom, hogy egy nagy ajándék is egyben, amivel persze nem akarom azt mondani, hogy épp itt volt az ideje, másképp kell a jövőbe beosztani az embernek az életét, hogy ne legyen szüksége egy-egy ilyen hosszas levegővételre. Hát valójában ez az időszak még mindig a hivatali munkámnak a lemaradásait hivatott pótolni. Teljesíteni próbálom azokat a feladatokat, amik még mindig ott sorakoznak az asztalomon, de mellette közben írok is, tehát tulajdonképpen emiatt nem is haladtam még kellő sebességgel a teendőimben, mert prózát is, verset is írok, és szerencsére vannak olyan megkeresések is, jó feladatok, kérnek valamely folyóirattól novellát vagy verset, akkor természetesen azt előbbre sorolom. Nagy kísértés persze az, hogy én osztom be az időmet, nincsenek határidők, nem kell elrohanni, és teljesítményt bemutatni. Nagy kísértés, hogy az ember elsősorban a saját szintén elmaradásban lévő mind az íráshoz, mind a háztartáshoz, mind a családhoz kötődő elmaradásokat próbálja befejezni. Szóval egyfajta ilyen lehetőség. Ha a közönséggel való kapcsolattartásnál kezdjük, akkor mondhatom azt, hogy nem nagyon tartom. Én gyakorlatilag a Facebookot nem használom egyáltalán, és az e-mailes megkeresésekre, levelekre természetesen igyekszem minél előbb válaszolni. És hát vannak anyagok fönt a YouTube-on, itt-ott, amott írások, interjúk, versek. Azt látom, hogy olvassák-e, vagy nem olvassák.
Azt meg is szoktam nézni, bevallom őszintén, és úgy látom, hogy azért, ha én nem is tartom a közönségemmel a kapcsolatot, ha van egyáltalán közönségem, hát azokat a fent lévő anyagokat nézegetik azért az érdeklődők. Ez úgy jó tesz az ember szívének, lelkinek. Meg amikor megjelenik valamely folyóiratban valami, vagy a rádióban is szoktam időnként felolvasni, és arra jönnek visszajelzések, ez mind ösztönzően hat. De hát azt hiszem, hogy a legösztönzőbben ez a gyönyörű tavaszi idő hat rám. Sok olyan jó példát hallani, hogy a fiatalok, akik kevésbé veszélyeztetettek, és most ők is egy kicsit szabadabb időbeosztással vannak talán, emellett a digitális távoktatás mellett, hogy nagyon segítőkészek olyan emberek számára, akiknek a családjuk nem biztosítja az ellátást, azoknak önkéntesen viszik az élelmet, a gyógyszert, de hát én is azt mondhatom, hogy én nekem is a családom, főleg a kislányom hordja az ennivalót, meg a gyógyszert, meg viszi a postára, amit vinni kell. Tehát úgy érzem, hogy azért a fiatalok nagyon is tudatában vannak annak, hogy ez egy olyan helyzet, amiben ők kulcs szerepet kaptak, kicsit az idősebb korosztályok közérzete, egészsége rajtuk is múlik. És úgy látom, hogy ennek a feladatnak, ennek a kihívásnak meg tudnak felelni, meg is akarnak felelni. Én nagyon aggályosnak érzem azt, hogy hallani is, meg olvasni is, hogy meg mesélik is, hogy az emberek a legnagyobb részét az idejüknek, az így adódott szabad idejüknek a tévé és a számítógép készülékek előtt töltik, és mindenféle filmeket és tartalmakat válogatnak, néznek meg. Azt hiszem az egyik legegészségtelenebb, legrosszabb szokás, hogy sorban nézik a filmeket a ráérős emberek. Én azt hiszem, nem szabad egymás után nagyon sok filmet nézni. Akkor sem szabadna, ha mind jó film lenne. Talán akkor még kevésbé szabadna, mert hiszen egy jó film megköveteli, hogy elgondolkozzunk rajta, hogy feldolgozzuk. Olyan, mint egy életélmény, hogy megvan annak a feldolgozási ideje. De amikor rossz filmeket, rossz sugalmazású filmeket nézünk 5 perc különbséggel, na nézünk valami mást, és elkezdünk egy hasonlóan silány tartalmat nézni, az nagyon-nagyon-nagyon egészségtelen. Azt hiszem, nem csak az ember szellemi, lelki mi voltára nézve káros, hanem a fizikumát is tönkre teszi a sok seppedés, üldögélés, fekvés, de maga az is, hogy rákattanok valami olyan objektumra, ami az életemben végül is csak egy kiegészítő eszköz, hogyha egészségesen használom, akkor valóban csak néhány információt, vagy időnként néhány élményt kéne felvennem ezekből a műsorszolgáltató eszközökből, nem pedig az egész napomat, mint egy ráépítenem. Ezt nagyon-nagyon félek, hogy most sokaknak egy ilyen túlfogyasztását jelenti ez a szabadidő, hogy tévés filmek és mindenféle tartalmak nyakra főre való passzív feldolgozás nélküli bekebelezését jelenti. Nagy kár lenne. Egy olyan érdekes dolgot olvastam, illetve valaki mesélte, aki olvasta, hogy a Papp Lajos szívsebész azt mondta, hogy minden órában 250 lépést tegyünk meg. Erre azt mondja valaki, hogy de hát én a szobába be vagyok zárva, a lakótelepi lakásomban, ahol a fenébe tudok 250 lépést megtenni. Hát kipróbáltam helyben járással, körülbelül 7,5 perc a 250 lépés, és bármely pillanatban hozzá tudunk fogni, akármilyen kicsi lakásban lakunk is. Egyébként szerencsémre nekünk van kertünk is, de sokszor lusta vagyok cipőt váltani, kimenni,
de nagyon szükséges az a 250 lépés, amit óránként célszerű megtenni. Hát most nem egy művészi alkotásból vett gondolatot mondanék, hanem legalapvetőbb élményem a járvánnyal kapcsolatosan, hogy ismét ráébresztik az embereket, és ez nagyon fontos, hogy ráébresztik az embereket, hogy mi minden múlik a higiénián, a tisztaságon, azon, amit mi magunk kellene, hogy rendszeresen, gyakorlatként az életünkbe beillesszünk. Az utóbbi években volt egy ilyen elképzelés, hogy nem kell evés előtt se kezet mosni, a túl nagy tisztaság az inkább érzékenyé, fogékonyá teszi a felnőttet vagy a gyereket a betegségekre. Hát sajnos ezt átéljük mindannyian, hogy ez a felfogás például az óvodás gyerekek milyen állandó betegeskedését hozza magával, hogy nem kell a cumit megmosni, meg nem kell annyit a kézmosásra időt fordítani, meg akármi. Csak túrja a földet nyugodtan, és utána vegye szájába a kezét. Szóval ezek bizony nagyon-nagyon felelőtlen sugalmazások voltak az elmúlt 20 évben, nagyon sokszor találkoztunk velük, és nagyon örülök, amikor most a felelős emberek mondják, hogy mindenkinek a maga felelőssége a saját higiéniájának és ezáltal a fertőzés veszélyek elkerülésének a megvalósítása, és ez nem csak járvány idején van így, hiszen olyan zömmel nagyon sokan, a mai népesség nagy része nagyvárosokban él, és a nagyvárosokat nem lehet úgy tisztán tartani, mint egy nagy mezőt vagy az erdőt, ahol viszonylag kevés ember fordul meg. Itt olyan sűrűn élünk, hogy mindannyian hordozunk valamit, és fertőzzük, nyugodtan mondhatom, a zsúfolt villamosokba, vagy metrókocsikba, autóbuszokba, fertőzzük akkor is egymást, amikor nincs járvány. Legfőjebb, akkor kisebb a figyelem, a betegségek azonban belénk költöznek. Tehát én azt nagyon nagy eredménynek tartom, hogy az a gondolat, hogy te magad is felelős vagy, hát nyilván nem csak én magam vagyok felelős az egészségemért, mert vannak adottságok, vannak olyan elkerülhetetlen élethelyzetek, amik az egészségnek nem használnak. Van a stressz, amit mindennaposan átélünk, hát most talán kevésbé, de egyébként igen, hanem azért van egy része a dolognak, ami rajtunk is múlik, és egy tiszta ember mindig szebb, mint egy koszos, egy baráti kéz, ha tiszta, és nyújtják, szívesebben elfogadom, mint hogyha föl kell tételeznem, hogy azért ez egy kicsit ragadni fog. Szóval én ezt egészségesnek tartom, azt is, hogy a pusziszkodást, ami már teljesen általánossá vált, azt most egy kicsit mellőzzük. Ez is olyan dolog, hogy kedves szokás is, de ha túlzásba visszük, és egy ilyen hivatalos rendezvényen van 200 vendég, és abból 100-tól kap az ember egy puszit, az nem biztos, hogy az egészséget szolgálja. Szóval gyakorlatilag ezek szerintem jó dolgok, de lehet, hogy ennél jobbak is vannak. A következő percekben két saját versét is meghallgathatjátok Mezei Katalinnak saját előadásában, az Európai Megfigyelő és az Életemet című alkotásait. Fogadjátok szeretettel! Mezei Katalin, az Európai Megfigyelő. Szebrenicai nyár, 1995. Az európai megfigyelő megfigyeli, amint az egyik európai a másikat házából kizavarja, kibelezi, a szemét kiveszi, az üzemudvaron egyenként lelövi, a ponyvás teherautóra halomba föllöki Európában. Európából hivatalosan figyeli, hogy egyik európai a másikat
házából kizavarja, fejét levágja, szemét kiveszi, teherautón egy távoli tömegsírig elfuvarozza Európában. Az európai megfigyelő megfigyeli. Mezei Katalin az életemet. Az életemet, mint egy áldozatot bemutattam. Kegyelmet nem kértem, és nem is kaptam. Nagy távolságot áthidalni nem tud a szikra, nem ugrik át túl messze fekvő pólusokra. Az ég fölöttem csillagos, távoli, tiszta, ha föl se nézek, akkor is alatta élek.